Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15-e egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit. Ünnepi megemlékezésünk elején hallgassák meg himnuszunkat a Kalocsai Fúvózenekar előadásában. Vezényel Betlenné Dajko Ágnes. A forradalom és szabadságharc emlékére meghirdetett online szavalóverseny középiskolás kategóriájának második helyezettje, Holló Bianca előadásában következik Petőfi Sándor Magyar vagyok című költeménye. 1848. március 15-e a pesti forradalom és egyszer s mint Petőfi Sándor napja, aki a márciusi ifjak vezéreként az események egyik főszereplője volt. A 26 éves költő ezután a szabadságharc küzdelmeiben is részt vállalt. A történészek mai álláspontja szerint életét is áldozta a magyar szabadságért. Petőfi szenvedélyes és személyes hangvételű versének sorai hűen tükrözik a költő meggyőződését és elveit. Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, mely tekintetet vét a Kaszpi tenger habjain is túl. És rónasága, mintha a föld végét keresni, olyan messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok, de arcom vég a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem! Európa színpadán mi is játszottunk, s amilyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek, magyar vagyok! Mi mostan a magyar? Hol dicsőség halvány kísértete? Föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét, saját testvérünk, kik ránk készítik a gyász s gyalázat fekete mezét.
Magyar vagyok. És arcom szégyenben ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még. Holott másod, a nap már úgy ragyog. De semmi kincsért sírért a világon. El nem hagynám szülőföldemet. Mert szeretem. Hőn szeretem. Gyalázatában is. A nemzetemet. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából Perics Lajos intézményvezető osztja meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt kalocsaiak! Nehéz időket élünk. Megváltoztak a mindennapjaink, szokásaink, másképp éljük meg ünnepeinket is. Igaz, a koronavírus okozta rendkívüli helyzet miatt már tavaly rendhagyó módon emlékeztünk az 1848-as eseményekre, de ki gondolta volna akkor, hogy egy év múlva sem normalizálódik, sőt, talán még rosszabb is lesz a helyzetünk. Ki gondolta volna, hogy a vírus teljesen átveszi a hatalmat életünk, mindennapjaink felett. Ki gondolta volna, hogy egy év elteltével is még mindig maszkban kell járnunk, minimálisra kell csökkentenünk életünkben a személyes jelenléten alapuló kapcsolatokat, a hozzátartozóinkkal félve találkozunk, nehogy megfertőzzük egymást. Nagyon sokan home office-ban dolgoznak, és vannak, akik kényszerszabadságon vannak, vagy elvesztették munkahelyüket. Csak bizakodhatunk abban, hogy az oltások segítségével rövidesen helyreáll a normális élet. Nem csak monitoron keresztül láthatjuk egymást, az iskolában visszaáll a tantermi oktatás, személyesen vehetünk részt színházi előadásokon, koncerteken, ünnepségeken. De ma még a rendkívüli körülmények rendkívüli lépéseket igazolnak. Persze régebben is akadtak rendkívülinek nevezhető élethelyzetek, amire éppen az előbb idézett mondat is bizonyíték lehet. A fenti mondatot ugyanis éppen 173 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én írt a levelében Engel Sándor pozsonyi cenzor, aki így kérte tisztsége aluli felmentését. Pedig bizonyára csak érezte, és nem tudta, mi történik Pesten, hiszen telefon, internet nem állt még rendelkezésére, a hírek jóval lassabban terjedtek akkor, mint ma. Arról azonban bizonyára már értesült a pozsonyi cenzor, hogy Európa szerte több városban forradalmi megmozdulások voltak. Rengeteg zűrzavar uralkodik Európában, írta Petőfi 1848. januárjában barátjának, Arany Jánosnak. Ezek az események Magyarországon sem maradtak hatás nélkül. Bár hazánkban már az 1820-as években elkezdődtek a reformok az élet szinte minden területén. A nyelvújítási mozgalom, majd a reformkor pezsgő irodalmi élete, a himnusz, a szózat megszületése mind-mind a nemzeti öntudat fejlődésének szimbolikus jelei. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, a dunai és a balatoni gőzhajózás elindítása korszakos jelentőségű esemény volt. Ebben az időben Széchenyi István és Veselényi Miklós írásaikban, bár más-más alapelveket valva, megfontolt reformokkal haladva ugyanazt a célt jelölték meg. Mindketten egy liberális, erős Magyarország létrehozását szerették volna elérni. Az 1830-as években Kossuth Lajos elismerte ugyan Széchenyi törekvéseit, őt a legnagyobb magyarnak nevezte, de vele szemben a reformok azonnali megvalósítását sürgette. Az 1840-es években Deák Ferenc, majd Klauzál Gábor vezetésével már jelentős társadalmi, gazdasági, ipari és kulturális eredményeket sikerült elérni. Elmondhatjuk tehát, hogy az évszázadok alatt megtépázott magyarság öntudatra ébredt, és az európai szinten rendkívül elmaradott társadalom és gazdaság valódi fejlődésnek indult. Ez csúcsosodott ki 1848. március 15-én Pesten. Egy esős szerdai napon a pesti ifjúság fellázadt az akkori rend ellen, és az egyetem téren, Landerer nyomdájában, a Nemzeti Múzeum kertjében, a Városházán, a helytartó tanácsnál, majd este a Nemzeti Színházban a mindannyiunk által sokszor hallott és jól ismert történelmi események kezdetét jelentették a magyar nép majd másfél éves szabadságküzdelmének. Tisztelt kalocsaiak! Amikor egy történelmi eseményre emlékezünk, mindig érdemes végig gondolnunk azt is, hogy mi annak az eseménynek a mai korra vetített üzenete, mi az, amit tanulhatunk belőle.
2021-ben szerencsére már nem kell idegen elnyomás alatt élnünk, a függetlenségünkért küzdenünk. De lenne még tennivalónk az ország vagy szűkebb környezetünk építése, fejlődése, előrehaladása érdekében. Mindenkinek jutna feladat, kinek kisebb, kinek nagyobb. Úgy gondolom, ezek a feladatok összeegyeztethetők saját egyéni érdekeinkkel. Fontos azonban, hogy ezek ne nyomják el a közös érdekeket. Ne az legyen az elsődleges, hogy nekem mi a jó, hanem azt nézzük, hogy nekünk mi a fontos. Ne toljuk előtérbe a saját ügyünket, ne tiporjuk el a körülöttünk lévőket, hanem érezzük át azt is, hogy másoknak mi lenne a kedvező. Az is lehet, hogy ez áldozattal jár. Igen, az életben alkalmanként áldozatokat kell vállalni. Ez bizony járhat kellemetlenségekkel, nehézségekkel, veszteségekkel. Vajon hányan vannak közülünk olyanok, akik vállalnák mindezt egy közös cél elérése érdekében, és nem a kényelmet, a biztonságot, s az ezt biztosító megalkuvást választanák? Én azt tapasztalom, hogy sok az olyan Facebook huszár, aki hamis profil mögé bújva gyalázza az adott témában másképp gondolkodókat, igyekszik megszégyeníteni mindazokat, akik nem az általa kinyilatkoztatásként közölt értékeket visszhangozzák, más világnézeteket képviselnek, vagy a politikai küzdelemben más elveket vallanak. Ma már különösebben azon sem ütközünk meg, amikor a napi vitákban a mást gondolókat tolvajnak, hazárulónak, kommunistának, nácinak bélyegzik, vagy amikor a másikat erkölcsi vagy anyagi ellehetetlenítéssel, sőt lámpavassal fenyegetik. Bátran mondunk véleményt valakiről, miközben egy-egy felületesen elolvasott mondatánál, hozzászólásánál többet nem is tudunk róla. Feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy eldöntsük, ki a magyar, ki az európai, gyűlölet szövi át mindennapjainkat. Mennyire másképp cseng ma a nemzet, az egyenlőség, vagy épp a szabadság fogalma, amelyért a 19. században még küzdeni kellett. A nemzetet egyesítő hidak építése helyett ma újabb és újabb árkok készülnek. A meglévőket nem betemetik, hanem mélyítik. Józan viták helyett erőszakkal, gyűlölettel és hangerővel akarnak győzelmeket aratni. Úgy vélem, különösen ezen a területen vehetnénk példát 1848-49 hőseiről. A beszédem bevezetőjében név szerint megemlített személyek kortársak voltak, akik ugyan külön utakon jártak, de főúrként, köznemesként vagy jobbágyi származásuként is ugyanaz tetvágy hajtotta őket. Az ország felemelése. Széchenyi ezt írt a naplójában március 17-én. Én nem tudok kételkedni nemzetünk legszebb kifejlődésén, s miután Batthyány és Kossuthnak hallatlan nagy szerepén csak örülni tudok, és Isten látja lelkemet, legkisebb irítség sem rejlik benne kebelemben, azon édes meggyőződésben ringatom magam, hogy politikámnak nincs egyéb mozdító ereje, mint ügyszeretet. Elképzelhetőnek tartjuk-e, hogy jelenlegi politikusaink közül bármelyik ilyen kijelentést tenne politikai ellenfeléről? Mennyire életszerű, hogy az átlagemberek el tudják fogadni a másként gondolkodók álláspontját, és attól függetlenül, kizárólag szakmai szempontok és érdemek alapján közösen tudjanak dolgozni és élni a mindennapokban. Úgy vélem, ez ma még sajnos nem az, de ha ezen nem tudunk, nem a másikra várva, hanem mi magunk változtatni, akkor nem fogunk tudni előbbre jutni. Kedves kalocsaiak! Az 1848. március 15-én kirobbant forradalom végül szabadságharcba torkollott. A fegyveres harcban nem lehettek nagy reményeink. Kicsik voltunk, egyedül voltunk, összefogtak ellenünk. Nyertünk ugyan egy-egy csatát, arattunk lelkesítő győzelmeket, miközben soha nem látott mértékben erősödött a nemzeti összetartozás, végül azonban elbuktunk. Mégis, ha feltesszük a kérdést, hogy vajon érdemes volt-e elődeinknek megvívni ezt a küzdelmet, bizonyára többen mondjuk azt, hogy igen. Ha nem lettek volna a reformkor eseményei, ha nem lettek volna a magyar szabadságért a csatatéren életüket áldozók, nem teljesedhetett volna ki a 19. század második felének polgári fejlődése,
és talán mi sem lennénk ma itt. Éppen ezért a főhajtás mellett példát kell vennünk az 1848-as hősökről. Össze kell fognunk, ha másképp nem megy, kompromisszumokat kell kötnünk, a vélt vagy valós érelmeinket félre kell, hogy tegyük. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a jövőnket kockáztatjuk. Most a vírussal folytatott küzdelemben ez különösen érvényes. Össze kell fognunk, szabálykövetőknek kell lennünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban visszatérhessen a félelemtől mentes régi életünk. Ehhez kívánok mindenkinek türelmet, kitartást és jó egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak. Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét előadja a Kalocsai Tália társulatból Lakatosné Jambrik Ibolya. Petőfi a márciusi napok végén írta ezt a versét, csupán egyetlen szó utal arra, hogy a népek közös forradalmáról beszél a költő, de ez félreérthetetlen. Petőfi Sándor, Föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra. Az árbóc és vitorla, megtörve, tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, s mutasd mélységes medred, s dobáld a fejlegekbe bőszült ajtékodat. S jegyezd vele az égre, örök tanulságul. Ha bár fölül a gálya, alul a víznek árja. Azért a víz az úr. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából összeállított műsorunkkal tisztelegtünk a hősök előtt. Online megemlékezésünk végén a szózatot a Kalocsai Fúvózenekar előadásában hallhatják. Vezényel Betlenné Dajko Ágnes.